Sziasztok! A mai napon egy hűsítő fagylalt receptet szeretnék megosztani veletek. De mivel ez nem főzött fagylalt, a készítése igen egyszerű és nagyszerű is. Mint azt láthatjátok, olyan alapanyagokat készítettem össze, ami a nyarat tükrözi. Ilyen a barack, az áfonya, a fagyasztott medgy, a fagyasztott málna, a vaníliafagylalt, a szőlő, a sárgadinnye, a görögdinnye, a gyömbér és az áfonya is. Na de nem csak a gyümölcsöket, hanem a hozzá felhasználható alapanyagokat is, mármint hogy alapalapanyagokat is ide készítettem, mert hogy ez lesz a receptnek az alapja, tehát a kiinduló pontja. Ilyen például a krémes natur joghurt. Ilyen például a felvert tejszínhab. És ilyen például a rozébor, valamint a limonádé is. Ezek felhasználásával készül el, ugyanis ez a fagylalt különlegesség. És íme a repertoár, hogy mi mindenbe lehet ezt majd használni, vagy beletenni. Elsőnek mutatnám azt az ötletes kis műanyagot, amiből fagylaltot készíthetünk, de jó például rozéborba is egy hűsítő kockaként. Itt van például a pohár, amiben szintén nagyon jól fog majd mutatni ez a kis nyalánkság vagy desszert, de eltehetjük mondjuk partira üvegcsébe is. Hoztam direkt műanyag poharat, hogy le tudjuk vinni a strandra, illetve mutatok nektek lebomló szívószálat, illetve számos jó dolgot még. Úgyhogy kezdem is! Az első változatban, az alapverzióban joghurtot fogok használni, tehát 5 evőkanál krémes natur joghurtot beleteszünk egy keverőtába, hozzáadjuk a fagyott málnát, abból is legalább kb. 5 evőkanalat, vagy evőkanálnyi mennyiséget, reszelt citromhéjat. Miután ez megvan, hozzáadok dinnyét. Hát a joghurtot szerintem nem hiszem, hogy sokan kevertek közületek hozzá görögdinnyét, de higgyétek el, hogy a görögdinnye, málna, citromhéj és natur joghurt trió, hát ez egy nagyon jó párosítás. Fogom átkeverem, és az egészet botmixerrel, vagy egyéb más blenderrel, vagy jégtörővel összepürésítem. Miután ez megvan, hozzáadunk 2 nagy evőkanál porcukrot. Ezt csak így szépen hozzá kell szitálni, és ezzel el is készült ez az alap. Természetesen a porcukor elhagyható, hogyha cukormentesen akartok érkezni, vagy cukormentes desszertre vágytok, úgyis nagyon jó lehűtve, egy nagyon jó hűsítő dologról van szó. Ha hozzákeveritek, akkor nyilván, mivel ugye ott vannak a savak, ami a gyümölcsből jött, hát a cukorral együtt azért még édesebb az élmény. Jó, tehát 2 evőkanál porcukor, csak így hozzá keverve, és már elkeverés után mehet is a formába. Ezt követően betöltjük a formába. Egy, teljesen tele. Csurdultik, hogy úgy mondjam, majd erre ráhelyezzük a tetejét így óvatosan. Lezárjuk, nem baj, hogy egy picit kibudjan belőle, és így már mehet is a fagyasztóba. Egyes verzió. Jön a kettes. Veszünk egy csavaros edényt, alsó részébe töltjük ezt a joghurtos málnát, így, körülbelül 3/4-ig, majd veszünk egy evőkanalat, és egy már hűtőből kivett lágy vanília fagylaltból a közepébe teszünk egyet, így bele cuppantjuk, kicsit bele is nyomjuk. Így összekeveredik ez a krémes állag. A díszítésről csak annyit, hogy még ide bigyeztünk egy fagyott málna szemet is. Aztán fogjuk, hűtőbe rakjuk, majd amikor megfagyott, lezárjuk. Kettes verzió. Jó. Hármas verzióban pedig önállóan, csak így pohárba töltve, már is egyből fogyaszthatjuk. Mint egy hűs joghurt krémet. Így. Ez ajánlok egyébként még friss málna vagy áfonyadarabokat, illetve természetesen ugyanúgy bármilyen fagylalt is mehet mellé. De díszíthetjük is egy kis ribizlivel is. Jó. Hát ez a 3 verzió, ami ezt a krémet illeti. Jöjjön akkor most egy újabb krém. A következő variációnál az alap a tejszínhab. 2 deciliter felvert tejszínhabra van szükség, amihez hozzáadunk most hát 2 ilyen nagyobb evőkanál olvatta fagylaltot, illetve hát mennyiségtől függő, most inkább 3 az. 3 lesz, így. Tehát ez most inkább a parfékhoz fog hasonlítani. Tehát felvert tejszínhab, picit megolvasztott fagylalt, de még nem, nincsen teljesen kiolvadva, csak össze tudjuk vele keverni. És akkor jöhet egy választott gyümölcs, most ez legyen a fagyasztott medgy. Az is jól meg fogja színezni.
Természetesen ehhez is adjunk hozzá egy kis reszelt citromhéjat. Így. Két evőkanál porcukrot szitáljunk hozzá. Ha a mennyiséget nézzük, akkor ugye 2 deci tejszín volt, habtejszín, 3 evőkanál fagylalt, vaníliafagylalt, 2 evőkanál porcukor, illetve 100 g fagyasztott megy. Ehhez jön hozzá még, mindjárt le is mérem mennyi, nem sok, körülbelül azt mondja 1, 2, 3 és 4 evőkanál bodzás limonádé. Jó, ha nincs benne bodza, az is nagyon jó. Most fogom és az egészet szintén összeturmixolom. Miután ez megtörtént, az egészet egy olyan műanyag formába kell tölteni, amit utána könnyen el tudunk majd távolítani, hogyha megfagy maga a parfé. Így. Akkor ebbe is tehetünk gyümölcsöket. Én most a ribizlit választom. Így. Nagyon egyszerűen megpróbáltam csak így belehúzni, nem adta meg magát. Jó, na mennyi bele? Így. Igen. Fogjuk és az egészet így megütögetjük, mert a fagyasztóba. Az utolsó verzió lesz az igazán gyümölcsös. Szintén az alapja a joghurt, most 1,5 deci krém joghurtról van szó, és 3 evőkanál porcukor. Jöhet bele a felkockázott, kimagozott sárga dinnye, aminek a mennyisége az körülbelül olyan, hát egy fél volt, az mennyi, egy fél kiló. Akkor őszi barack, illetve hát ugye ez a kajszi. Igen, körülbelül egy ilyen 15 szem szőlő. 3 nagy evőkanál vaníliafagylalt. És ami még jön hozzá, úgyhogy ez csak felnőtteknek való, nem gyerekeknek, egy kis rozé bor. Szintén, ugye ez a rozé azért elég gyümölcsös, ebből körülbelül olyan fél decit adok hozzá. És az egész ugyanúgy, ahogy eddig tettük, le lehet turmixolni. Így. Nem baj, hogyha a szőlőmagja benne van, azzal együtt. Fogjuk, és akkor az így elkészített krémet aztán poharakba töltjük. Íme az első verzió, csak 3/4. Ez is megy a fagyasztóba, aztán mutatom, hogy mit lehet vele csinálni, mit lehet belőle még kihozni. Jöhetnek rá a kupakok, illetve a fedők, és akkor ez is, mint ahogy a többi, megy a mélyhűtőbe. Hát a teljes kifagyás az még egy erős mélyhűtőben is legalább 3 óra, úgyhogy most 3 óra pihi, aztán mutatom, hogy hogyan fejezem be. Na, íme elkészültek és kifagytak a dolgok már, mint azoknak, amiknek ki kellett fagyniuk. Először ezt mutatnám meg, mert ezt erről az előbb nem beszéltem, de voltak éppen is egy ilyen műanyag tartó, amiben ugyanúgy beletöltöttem ezt a friss, összetört málnát, szedret, illetve meggyet, és ez hasonló, mint a kalipót, csak kinyomod, és már eszed is. Úgyhogy ez főleg a gyerekeknek nagyon jó. És hát ugye nincs benne színezék, tartósító se, cukor, semmi se. Jó, 1. 2. Nézzük a jegesálmot, ugye ez is már kifagyott, amit ide tettük. Ilyenkor ugye az egész nem fog befagyni, csak a teteje. Így. Akkor szépen be kell törni így a tetejét. Ez az. Tenni kell bele egy szép vastag szívószálat. Egyébként ez a szívószál attól jó, hogy komposztba is lehet tenni, teljesen lebomlik. Jó? Tehát ezzel nyugodtan fel tudjátok így szívni ezt a sűrű jégkását szinte. Egy kis díszítésnek citromfű, így, egy kis maradék ribizli, egy kis áfonya, és már is kész van egy nyári csevege. Jó, ez a második. Jó, jöjjön most a koktél. Ugye azt mondtam, hogy a rozét is nagyon jól lehet ízesíteni. Méghozzá következő módon. Először egy kis rebarbara szörp. Ez is természetes, azért ilyen színű. A rebarbara szörpbe remélem Bodri Orsi nem sértődik meg, hogy most fölöntöm egy kis bodrival a levendula szörpöt. Így, jó jéghideg bodri rozé. Így. És akkor most jön a csavar, mert hogy kibontjuk, hol is van, itt van, szintén ugye az a
egyveleg, amiben csak gyümölcs van, áfonya, málna, szeder, és ez lesz még a különleges égkocka. Tehát kicsit így megmozgatjuk, és már jön is le. Ha egyszer egyet, ha nem jön le ilyen könnyen, akkor meleg víz alá kell tenni egy picit. Na, hát nézzétek csak meg, teljesen jól összefagyott, és ugye a lényeg az, hogy tartja itt a kis tartó, és akár így is lehet fogyasztani, de én most nem így fogyasztom, hanem szépen fogom, és belehelyezem ide. Így. Aranasz. Egy kis levenduladísz. Ebben ne rakjunk mentát sose, hanem inkább, ha akarunk egy kis zöldet díszíteni, akkor citromfüvet, az még jól áll neki. És hát lehet látni, hogy így már hűsít is ez a nyári ital. Szóval ez a harmadik verzió, de még mindig nincsen vége. Jön akkor ez a kis barackos csoda. Ugye ebbe barackot tettünk. Hát ugyanaz a mozdulat. Ez nem fog annyira sem megfagyni, sokkal krémesebb marad, de nagyon ugye lehűlt. Így jól átkeverjük. Maradhat benne a kanál. Szórhatunk erre egy kis gyümölcsöt. Így. Akár ide is egy kis levendula. Ide jöhet természetesen a menta, mert az is nagyon jól hűsít ebben a nyári időszakban. És akkor íme ő is. De akár le is lehet fedni fedővel, és el is lehet vinni. Bár olyan hosszú távra nem, mert olvad. Akkor itt van az, amit csak a hűtőszekrénybe tettem, hogy ezt is csak díszíteni kell, egy kis citromfű, egy kis friss gyümölcs, így, és már is lehet fogyasztani egy kanál segítségével, így. És akkor íme ő is megfagyott, ezt a kis fagyival kiegészített joghurtos gyümölcs, hát erre is csak egy pici virágdísz, de egyébként, mivel ugye fölhívtam a mindenkinek a figyelmét a fedőre, ezt így letakarva egyébként tehetjük hűtőbe is, és úgyis prima csemege lesz. Mély hűtőbe vagy sima hűtőbe egyaránt. Jó. És hát ugye megnézzük a joghurtos fagyi verziót, ő pedig így néz ki. Hát ez pedig egyből a gyerekeknek. Na, még akarjuk kombinálni, akkor fogjuk, és ide keresztbe helyezzük, így a krém fölé. Ez is adhatunk egy kis citromfüvet. De minek? Nem kell rá. Nem kell minden turvariázni. És akkor jöjjön még egy koktél. Az pedig ezzel a kis barackossal. Most széttöröm, hogy bele tudjam tenni, mint egy jégkockát. Így. Bele csúsztatjuk. Hopp. És akkor erre jön rá a limonádé. Így. De megküldhetjük pezsgővel, vagy éppen egy kis proszekóval is. Jó, egy kis citromfű, egy kis menta, és már is kész a nyári koktél. Jó, hát számos változat és variáció létezik, ezt láthatjátok. Remélem minél többet kipróbáltok, úgyhogy éljen a nyár. Sziasztok!